Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkban az Itt vagyunk otthon pályázat idei nyertes projektjeit mutatjuk be. Kellemes tévézést kívánunk! Örömhír, hogy az Itt vagyunk otthon program kiírását, amelyet a Nyitrai Közösségi Alapítvány gondoz és a Helyneken Szlovákia RT támogat, nemhogy nem akadályozta meg az új koronavírus okozta rendkívüli helyzet, egyenesen témát adott neki. Idén 12 közhasznú projektet támogatnak 19.719 euró összértékben. Lássuk, melyek azok. A lakosság és az egészségügyi gondozók védelme a COVID-19-től című pályázat 2100 eurót nyert, amelyből az ADOSZ ápolói ügynökség biztosíthat védőfelszerelést az ápolóinak és klienseinek, hiszen a négy nővér terheltsége a karanténhelyzet következtében a fokozott egészségvédelmi intézkedések mellett napi 30 főre emelkedett. Marginalizált közegből jövő gyermekek otthoni oktatása a fesztisuli környezetében. Ennek a pályázatnak köszönhetően az iskola segítségével kiválasztanak 10 szociálisan gyengébb helyzetű családot, akik gyermeküknek nem tudnak internet hiány a karantén idején zajló online tanulásra lehetőséget adni. A 2100 eurónyi támogatásból 10 tabletet vásárolnak majd, és adnak kölcsön ezeknek a családoknak, 2 hónapra biztosított internet hozzáféréssel. Segítünk a marginalizált roma közösségek ifjúságának és gyermekeinek a koronavírus elleni harcban című pályázat segítségével a Szabadidőközpont biztosíthatja az intézmény szakköreit látogatók kézfertőtlenítési és védekezési lehetőségét azzal, hogy a rászorulóknak külön is biztosít erre felszerelést. Erre 800 eurót nyert. Az új negyedi óvoda a Koronát nem engedjük az óvodába című pályázatával 1000 euróért vásárolhat felszerelést a fertőtlenítő pontokhoz és infravörös lázmérőket. A Magnólia idős otthon pedig 1500 euróból biztosíthat 2 érintésmentes kézfertőtlenítő adagolót 180 lakója és 135 alkalmazottja számára, hogy ezzel is növeljék az idősek védelmét. Idősek egészségének védelme koronavírus idején címmel a Vöröskereszt, hogy megfelelő feltételek mellett folytathassa az idősek segítését a karantén alatt, élelmiszervásárlás, hivatalok látogatása, egészségügyi szolgálat, idősek ellátása szájmaszkokkal és fertőtlenítőkkel, és hogy biztosítva legyen mindkét fél biztonsága, vásárolhat 2083 euróból 4 orvosi táskát az egészségügyi ellátást biztosító nővéreinek, fertőtlenítőszereket és 3 varrógépet az önkénteseinek a szájmaszkok varrásához. Együtt megbirkózunk vele címszó alatt a Proszocia Polgári Társulás 2036 euróból az ápolói tevékenységéhez szükséges védőeszközök mellé felújított egészségügyi segédeszközöket is vásárolhat, hogy azoknak az időseknek kölcsönözhesse, akik most a rendelők és a biztosítók rövidített nyitvatartása miatt nem jutottak hozzá még ezekhez. Rendel és tisztasággal a korona ellen. Ejjelmondattal roma aktivisták csapata szeretné példát mutatva felszámolni az egyes roma telepek környékén felhalmozódott hulladékot és fekete lerakatokat. A tevékenységbe bevonják a helyi roma lakosokat is, amely segít rámutatni és megértetni a többi lakossal is, hogy a tisztaság a betegségek megelőzésének alapja. Ugyancsak együtt megbirkózunk vele jeligére, a Smaragd nyugdíjas otthon védelme is javulhat, érintésmentes fertőtlenítés adagolóra és a kliensek által használt helyiségek légtisztító berendezésére nyertek 800 eurót. Tisztaság, félegészség, hangzik a projekt címe, amely segítségével 2100 eurós támogatás mellett a szeméttárolók elzárásába foghatnak az aktivisták a közép- és a szőlőskertek lakótelepeken, megakadályozva a szemetet széttúró polgárok vírus terjesztését. Az önkéntesek közé a roma közösség tagjaiból is szeretnének toborozni, hogy a tisztaság fontosságáról, mint nem csupán a COVID-19 elleni védekezés alapjáról oktassák az általuk képviselt réteget. Egészségesen és játékosan fantázia névvel írt pályázatával
a VSK is útját szeretné állni a vírusnak, úgyhogy most 1000 euróból vásárolhat fertőtlenítő szetteket a Városi Sportklubnak, valamint a város alapiskoláinak és óvodáinak. A város lakosainak segítése projekt keretében önkéntes tűzoltóink vásárolhatnak megfelelő védőfelszerelést és eszközöket a közterek fertőtlenítésére, valamint a középületek levegőjének tisztítására 2100 euró támogatási összegből. Értesítjük a lakosságot, hogy június 1-től újra rendel a sebészeti rendelő a Városi Poliklinikán, a Komáromi út 104-es szám alatt, a röntgennel szemben. A rendelési idő a következőképpen alakul. Hétfő, kedd, csütörtök és péntek reggel 7-től délután 3 óráig. Szerdán déltől este 8 óráig. Hétvégén nincs rendelés. Kérdés esetén bátran hívják a 0940 373 273-as telefonszámot, vagy jelentkezzenek e-mailben a chirurgia.hurbanovo@gmail.com címen. Mit tegyünk, ha méhrajt látunk? A méhek rendkívül fontosak az ember számára, védelmet érdemelnek. Ha méhrajt talál, az lehetőség a méhek megóvására. A rajok nem feltétlenül agresszívek és veszélyesek az emberre, de a biztonság kedvéért kérjük, tartsák be az alábbiakat. Ne közelítsenek! Tegyék el azokat az élelmiszereket, amelyek önökhöz csalogathatják a rajt, csukják be az ablakokat. Ha a raj letelepedett, hívják a méhészeket vagy a tűzoltókat. Ha méhrajt észlelnek, kérjük, erről azonnal tájékoztassák Ondrej Ambrust, a helyi méhész szövetség titkárát a 0904 514 920-as telefonszámon, aki tájékoztat a teendőkről és biztosítja a raj szakszerű elszállítását. Május utolsó vasárnapján, azaz 26-án a VSK területe gyermekzsivajtól, énektől és vidám zenétől volt hangos. Nem más volt ennek az oka, mint a legkisebbeink ünnepe, a Nemzetközi Gyermeknap, amely abban volt különleges, hogy három generáció is részt vett rajta, mégpedig a gyermekek, a szülők és a nagyszülők. A Szabadidőközpont pedagógusai már napokkal előtte teljes erőbedobással a Szórakozás Gyermekfesztiválját készítették. Precízen biztosították a nagy színpadot, a hangosítást, a napernyőket a látogatóknak, az egészségügyi felügyeletet, a folyadékbeviteli lehetőségeket elsősorban a gyermekeknek, de minden érkezőnek, akiket aznap vendégül láthatott a rendezvény. A gyermekfesztivált a fesztisuli diákjai nyitották meg, akiket a Konkoli Tegetéri Alapiskola növendékei váltottak. Majd röviddel utánuk a műsorvezető Ján Habardyik üdvözölte a már jelenlévő vendégeket. A délelőttöt tovább színesítette Jaro Bohóc és az ő vidám varázsai, amelyek nagyon tetszettek a gyermekeknek. Az egész nap folyamán láthattak bemutatókat a szlovák fegyveres erőktől, mint dinamikus önvédelem, statikus kézi fegyver és haditechnikai bemutató. A mézes pihenőben nem csupán Lovász Viktória méhész mézeit kóstolhatták, de felpróbálhatták a méhész kalapot és egyéb eszközöket, vagy méhecskét színezhettek, esetleg méhviaszgyertyát készíthettek. Lehetőség nyílt a közkedvelt, vidám és aranyos figurákkal, a minyonokkal való találkozásra, szórakozásra, fotózkodásra. A rendezvénytől elválaszthatatlanok az ógyallai tűzoltók, akik szívesen mutatták be a tűzoltóautót, a felszerelést, amelyet bevetésen használnak. A gyermekek figyelmét Farkas Laci is lekötötte, aki breakdance és akrobatika oktató Komáromban,
és a világhírű Ninja Warrior Hungary 2017 résztvevője volt, ahol egészen az elődöntőig küzdötte magát. A harmadkor Ne felejts énekkar is elhozta műsorát, hogy a szép ünnepükön köszöntse Ógyalla és környéke gyermekeit. A táncfellépésről a Senior Tánc gondoskodott, amely újonnan alakult, rendkívül sikeres csoportként működik, Lelovics Margit és Madarász Adriana vezetésével. A gyermekeket persze a táncoló kutyák is elvarázsolták, amelyek zenére táncolnak és különféle kutyatrükköket mutatnak be a mellső lábakon állástól a takarításig. Az Adok neked valamit című zenés színházi előadást Benes Ildikó és Pőte István mutatták be. Nem hiányozhatott a fiatal zenészekből álló Louisville Story zenekar sem. Minden gyermek, szülő, vendég és látogató egészen vasárnap kora estig mulatott. A VSK kapuit széles mosollyal hagyták el a kellemesen töltött nap jó érzetével. A Szabadidőközpont munkatársai ezúton is hálásan köszönik a partnereknek és a jó szándékú embereknek, akik támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény megszervezéséhez. Последний покус. Нет, последние три. Идем я с полврата. Един. Е. Другий покус. Два. Три. Ну, а видите, а вы все си робили сале сраду, же би там без ида гор. Пол? Я уж сейчас не вер. Tak viete čo? Teraz už vážne. Keď tam bude, budem to držať, neodskočím, ale musíte potichu, že tam je, aby som sa zase nezlakol, súhlasíte? Takže pozor a potichu. Najprv si to však vyskúšame. Tam je. Ako?
A depó közösségi központ, amely a hajdani bagotai jégpálya területeit bérli, június 8-án rendhagyó családi napot tartott. Már kora délelőttől érkeztek az anyukák gyermekeikkel, nagyszülők unokáikkal, de apukák és egész családok is, hogy a kellemes környezetben tölthessék el a verőfényes napot. Színes és érdekes program várta őket. Rögtön a bejáratnál a gyermekek azonosítókártyát kaptak, amelyre az egyes helyszínekről pecséteket gyűjthettek, hogy végül mindezt édességre vagy valamiféle apróságra cserélhessék. Nem hiányozhatott az arcfestés, az ugrálóvárak, a Montessori műhelyek az ügyeskezőeknek, vagy a rendhagyó sportok. A kicsúcsosodás a varázsló fellépése volt, aki nem csupán szórakoztatott, de bemutatta a lufi alkotások készítésének technikáját is. Minden gyermek enyhíthette szomját gyümölcslevekkel, falatozhatott a gyümölcsökből, vagy lakmározhatott az édességekből. A kellemesen töltött napot nem csak a gyermekek, de a szülők is élvezték. Bye.
ahojte, ahojte ešte raz. A že mám sa jej predstaviť. Takže ja sa volám Daro a ma môžete volať Daro. Dobre? A môžete mi tykať. Dobre? Ja viem, že Uro, nie, hej? Május 31-én az Ógyallai Művészeti Alapiskolában tanárok és diákjaik közös koncertje zajlott. E koncert attól vált még különlegesebbé, hogy fellépett rajta Terezája Gyugyová, az iskola tehetséges ifjú abszolvense is. A koncert során a szülők, nagyszülők, diákok, illetve a többi jelenlévő a világ jelentős szerzőinek műveit hallgathatták meg az iskola tanárainak, Bukajová Beáta, Kaliánková Zuzana, Kulin Eduard és Bukai Ladislav előadásában. A zongorát hegedű, klarinét, szaxofon váltotta. Az est kicsúcsosodása Terezkaja Gyugyová fellépése volt, zongora műveket mutatott be Kulin Eduard hegedű kísérete mellett. Szlovák szerzők verseit Maréna Opálková adta elő, amelyeket énekével Becse Szabó Ilona tanárnő tett zeneivé. Az átérzett művek több hallgatóban szokatlan érzéseket váltottak ki, amelyeket a művészet formált szóvá, zenévé, dallá. Szem nem maradt szárazon, és a végső vastaps, éjjelzés mindent elmondott. Terezkának teljesült egy nagy álma, közös koncertet adhatott tanárnőjével, amelyhez maga komponálta a zenét. A tehetséges fiatal alkotó most a következő nagy álmát igyekszik megvalósítani. Szeretné kiadni első CD-jét a saját alkotásaival. Kívánunk hozzá sok erőt, zenei ötletet, szerencsés kezet a lejegyzésekhez és kimagasló zenei sikereket. Thank you.
Obrovská česť, že naša žiačka, a máme úžasnú talentovanú žiačku, ja si myslím, že jej meno sa vrie do pamäte do budúcnosti a mnohým ľuďom a dúfam, že takto budeš obohacovať nás všetkých ešte dlhé, dlhé, dlhé roky a budeš mať úžasnú skladateľskú kariéru, pretože začali sme cvičiť asi vo februári alebo v marci. Boli to nádherné 2 alebo 3 mesiace. Nevedeli sme sa dočkať skúšky, kedy sa stretneme. A ja len ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že som si mohla zaspievať tieto piesne. Ďakujem.